Mintegy 30 különleges veteránautót csodálhattak meg az érdeklődők az elmúlt szombaton a Turivárnál. A ritka oldtimerek egy országos túra alkalmából érkeztek Várpalotára. Az esemény célja volt az autók szerelmesei közötti közösségépítésen túl az autózás történelmi emlékeinek megőrzése, illetve népszerűsítése. Folyamatosan érkeznek az autó ritkaságok, s készülnek a fotók is az oldtimerekről. Egy különleges nyári túrára invitálták a szervezők ugyanis a régi járművek szerelmeseit, melynek kiinduló pontja a Várpalota szívében álló Turivár volt, ahol a rajt előtt közelebbről is megtekinthették az érdeklődők a múlt század ikonikus autóit, amelyek ma is lenyűgöző állapotban vannak. A Bakony festői tájain, hegyein és völgyein keresztül vezető túra során a veterán autók tulajdonosainak különböző tájékozódási feladatokat kell teljesíteni. Alapvetően mi 1/100-as versenyeket szervezünk, ezek oldtimer túrák, amiben 1/100-as feladatok vannak, ez azt jelenti, hogy két fotocella között adott távolságot adott időre kell megtenni, ebből 81 versenyben, és 5 versenysorozatot, 5 versenyt szervezünk egy évben, Miller Soyuz Classic Kupa néven. A túrát a 3 éve alakult Veterán Autóklub szervezte. Mintegy 30 autó érkezett a Várpalotáról induló túrára, hogy csatlakozzanak a tési benzingőzös naphoz, ahol az oldtimer autók is képviseltetik magukat egy piknik keretében. Ez teljesen nyitott ez a rendezvény, bárki jöhet, megnézheti az autókat, fotózkodhat, fényképezkedhet velük, és lesz még elég sok színes program fentésen, tehát az offroadosoktól elkezdve a driftesekig, hangnyomásmérés, este koncertek. Szerintem ez egy színes jó nap lesz, hogyha az időjárás is kegyes lesz hozzánk. Az indulást megelőző oldtimer találkozón mintegy 30 darab, 30 évnél idősebb jármű sorakozott fel. Az ország szinte minden tájáról érkeztek a járgányok. Volt köztük BMW, Mercedes, Chevrolet Camaro és egy 1965-ös Ford Mustang is. 4700 köbcentis, V8-as motorra, szívókarburátorra, 220 lóerő, hátsó kerékhajtás. Nagyon szeretjük, 8 éve van nálunk az autó. A felújítását jó részben mi végeztük, és elég jó szuperáll azóta, úgyhogy kisebb hibákkal nyilván, mert nem mai, de nagyon szeretjük. 7500 köbcentis, 220 lóerő gyárilag elvileg. Ez az 1976-os mutatós Ford Thunderbird peremartonból érkezett. A teljesen eredeti állapotban lévő autó tulajdonosa azt mondja, az egész család szereti, és semmi pénzért nem válna meg tőle. Miért szerettek beleülni? Hát a hangja, a V8. Az érzés, amit beleülsz, kényelmes, ringat, mint a fotel. Nem lehet pénzzel megfizetni ezt az érzést. Ezt vagy valaki szereti, ráül egy kis pénzt, vagy bele se ül, mert abszolút nem tetszik neki, úgyhogy a család mindenki szereti, úgyhogy el nem adnánk semmi pénzért. A 60 km hosszú utat egy óra alatt kellett megtenni az autósoknak. Az oldtimer autók konvoja a Turivár elől indult, öskő, hajmáskér, gyulafirátót és eplény érintésével, Olaszfalun, Felsőperén, Bakonynánán keresztül vezetett az út egészen Tésig, ahol aztán csatlakoztak a már említett benzingőzös naphoz. Az esemény célja volt az autók szerelmesei közötti közösségépítésen túl az autózás történelmi emlékeinek megőrzése, illetve népszerűsítése.